Szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy most beszélhetek. Sok mindenről fogok beszélni. Egész biztos, hogy sok emberben a kondicionáltság és az eddigi ismeretekkel ütközni fognak dolgok. És látszatra ez így sokféle lesz, de azért megpróbálom összefogni. Tehát a indulásnál ez egy teremtésmodell, a Vedanta és a Szankja teremtésmodellje. Azt szeretném érzékeltetni, hogy a teremtésben hogy jutunk el odáig, ami az emberben az elme lesz. És hát ugye van egy abszolút fogalom, amit sokféleképp hívhatunk. Hívhatunk Sivának, sok mindennek hívhatjuk. Itt ebbe az ábrában Brahmannak hívják, aki abszolút, ugye hallottuk ma már Szicsat Ánanda elfatja át, és ebből az abszolútból elindul valami. Ez ugye egy örök kérdés, hogy mi az, amiért elindul valami. Erre azt szokták a bölcsek válaszolni, hogy mikor ott tartasz, megtudod, addig meg dolgoz érte, hogy megismert. Tehát én sem fogom tudni elmondani, hogy a Brahman miért kezd el teremteni. Tehát van neki egy képessége, azt májának hívjuk, ez a mája képesség a kivetítés és az elfátyolozás. Ez egy nagyon fontos dolog. Erre mondok egy hasonlatot. Ha van egy szép nagy márványtömb, és van egy ragyogó szobrász, akkor a szobrász nézi a márványtömböt, és lehet, hogy lát benne 1 millió szobrot. De aztán elkezd faragni, és elkezd egy valamit megfaragni. Akkor a 999 ezer nem fog megszületni. Vagyis a márványtömb elfátyolozza a 999 ezret, és az az egy fog kivetülni. És valahogy a teremtésben is ez az elv megy végig. És ez egy nagyon fontos elv, majd mindjárt terápiás szempontból visszatérek rá, hogy miért. Tehát van ez a képesség, ugye ez emberben a léleknek, vagy én atmant fogok mondani, ehhez vagyok szokva, annak megfelelő, ami ugye abszolút. És az, aki a teremtést elindítja, az a teremtő Isten, ami lehet a keresztény fogalmakban is gondolkozni. Ugye ez Isvara, és ennek három megjelenési formája van, ahol még csak a szándék vagy a ok indul el, de még nem teremtődik meg semmi, ez a Kárana Isvara, a Hiranyagarbha Isvara, amely az aranyanyami, amiben minden kreativitás és minden létrehozás létre fog menni, és a Virat Isvara pedig, ami létrejön. Tehát az Isten megjelenik a teremtett világban, és létrehozza a teremtett világot a bolygókon, naprendszereken keresztül akár egészen az emberig. Most ezek azért nagyon fontosak, mert mindjárt majd a tudatállapotokról is fogok beszélni, hogy összekavarjak mindent, hogy itt a Kárana Isvarában még az abszolút tudat van, a tiszta tudat, de utána, mikor már ez elindul valamilyen irányba, akkor ezt elkezd tárgyasulni. És nagyon fontos fogalmakat tisztázni. Én elmondom, hogy én hogy gondolkozom. A Hiranyagarbháig ott még az abszolút van. A Hiranyagarbhába kezd az lenni, hogy létrejön valami. És ami már létrejön, az szellemi. Tehát az nem lelki. A lelki az abszolút. A magyar nyelvben ez rettetesen össze van keverve. Én most erre az előadásra ezt tudom követni, tehát próbáljátok elfogadni. Ugye a Hiranyagarbha, ahonnan minden tudás ered. Egy hasonlat, a mantra beavató guru, nem ő adja neked a személyes mantrát, hanem szamádiba összekapcsolódik a Hiranyagarbhával, a saját tradícióján keresztül, például nálunk a Himalája tradíción keresztül, az ott lévő gurukon keresztül, és őt fölhasználva maga a Hiranyagarbha adja azt a személyes mantrát, amit te erre az életedre kapsz, hogy gyakorolj. Tehát minden innen ered, ami létrejött, és az, hogy létrejöhet, az is innen ered. És akkor, ami létrejött, az ugye a virát. Nem fogom az egészet elmondani. Akkor a virátból lesz ugye a Brahma, a Vishnu és a Shiva ebbe a rendszerbe,
és aztán megy tovább a folyamat, ugye az avatárok leszületnek, de ugyanez a szithán az emberről is elérhető, és ez egy nagyon szép dolog. De belép a szankja, és a szankja úgy lép be, hogy a tiszta tudat a purusa, és a teremtő, ami létrehoz mindent, az a prakriti. És azt hiszem, hogy ez így elég is lesz, és akkor átlépnénk a, mit én tudok irányítani. Hát egy egész keveset csak a tudatállapotokról beszélek, ez nekem nagyon nagy önfegyelem, mert az egész életem arról szólt, hogy a tudatállapotokkal foglalkozok, tehát nagyon nehéz ezt most itt egy-két percből besűríteni. És így csak előtte mondanám, hogy a nyugati oldalról ugye azt mondjuk, hogy van a legmagasabban szervezett anyag, ők ezt nem anyagnak hívják mindig, az az agyvelő. Az agyvelő működéséből létrejön a tudat, és hát ezt keleten egész másképp gondolják. Azt mondják, hogy minden, ami teremtett, az a tudatnak egy tárgyasulása, és a tiszta tudat tárgyasul, és maga az elme, az ennek egy szerve, egy elme mező, egy energia mező. Tehát nagyon nagy a különbség. Egy picit fogok a fizikáról is beszélni, hogy a fizika lépte át legelőször, és most is lépi át ezt a nagyon nagy megkülönböztetést. Ugye a megfigyelő, a megfigyelés folyamat, a megfigyelés tárgya, az nagyon fontos, hogy valóban ebbe a teremtett világban így van, ha valamihez el akarunk jutni, de az igazi megismerésben a megfigyelő, a megfigyelés folyamat és tárgya azonossá válik, ez a meditáció. Erről majd még kicsit beszélünk többet. Tehát a ébrenléti tudat, amire olyan nagyon büszkék vagyunk, és kovácsoljuk már, ugye a jó szülők azok még a gyerek beszélni se tud, de már a tudatát próbálják építeni, az ugye a külső világhoz való kapcsolat és az arra való reakcióról szól, és hát nagyon erősen dualisztikus. Most mi történik? Nagyon röviden fogom mondani, ha álmodni kezd el. Lekapcsolod az öt érzékelést. Honnan meríted az anyagot? A tudattalanodból. Méghozzá a személyes tudattalanból. Erre is ki fogunk térni, mert sok többféle tudattalan van. És ebbe az álmodó tudatállapotba az jellemző, hogy a béta hullám tevékenység elkezd lassulni, alfa lesz, hogy a fölhasznált cukor, jelzett cukor az lecsökken, tehát a központi idegrendszer elkezd kevésbé működni, mint ébren, látszatra, de olyan dolgokat tud produkálni, amit egyébként nem tudsz. És azért ez egy nagy különbség. Részleges az átlag embernek részleges a tudatossága ebbe. Rendszerint olyan, hogy utána valamennyire emlékszel. Azt elég kevesen élik meg, hogy ők most éppen álmodnak. És ez egy cél is egyébként a tudatosság kitágításában, hogy ezt tudatossá tegyük. És a tudatosság nem azt jelenti, hogy így nézem, hogy mit álmodok, hanem az egész álmodás folyamata tudatos. Azért ezt nem olyan könnyű megcsinálni. Tehát ez az álomtudat behoz egy csomó képességet azért, mert lekapcsolódik az érzékelés, és a tudattalamba hozzáférhető dolgok, amik beépülnek az álom tevékenységbe, ezek ugye rendszerint nem megélt vágyak, ami hát a személyiségfejlődésből nem mindig pozitív, és ezek realizálódnak, most nem fogom az álom értelmezési dolgokat mondani, de ha ezt te tudatosan csinálod, tehát a tudatod teljesen benne van ebbe a folyamatba, akkor nagyon nagy lehetőségeket jelenthet. Van a jóga irányzatok, jóga módszerek, nem irányzatok között a jóga nidra, én ezzel elég régóta foglalkozom és gyakorolom is, amikor a tudatos álomtalan alvásig jutunk, és megpróbálunk tudatosak lenni. Erre nagyon komoly kísérletek is vannak, nem annyira publikálják őket, de hogy ez tényleg lehetséges. Tehát az álmodó tudatállapot alatt az álomtalan mély alvás van, ahol ugye téta majd delta hullám tevékenység van. Ebben a dologban teljesen tudattalanok vagyunk, átlag emberek. De ha tudatosak tudnánk lenni, akkor a turiya tudatosságot birtokolnánk, vagyis a tiszta tudatot. A joganidrának az a célja, hogy álomtalan alvásban teljes tudatossággal legyünk benne. És ez lehető. Elérhető, valószínűleg nem egy élet alatt. A Swami Rama, aki
az előző guru volt ebbe a Himalája tradícióba, elég sok könyve van magyarul is. Ő másfél órát aludt általában egy nap. Joganidrába pihent. Swami Veda, aki 86 éves, mostani gurunk, cukorbeteg, szívinfarktusa volt, nagyon sokféle betegsége volt, szerintem már nem a durva testem működik, az épp, hogy követi a létezését, ő 2,5 órát alszik. Ezt meg lehet tapasztalni, mert ilyen hajnali 4 körül szokott ébreszteni, hogy menjünk, mert mantrát kapunk, vagy tanítást kapunk, tehát tényleg ilyen keveset alszik. Azért, mert a tudatosságát olyan mértékig kitágította, hogy ebben a tudatosságban, vagyis ebben az államtalan alvó állapotban ő tudatosan tud benne lenni, és ez a pihenési hatékonysága sokszorosa. Na most a turiya, ugye a tiszta tudat, az teljesen megegyezik a purusával. Tehát a szankjába az a első lépés a teremtésbe, a purusa. És hát e felé tudunk haladni. Most én azt hiszem, hogy át is kapcsolok, mert telik az idő. Most, ja, még nincs bekapcsolva, bocsánat. Az ellen miatt. És átkapcsolunk egy fizikai szintre. Az egész univerzum fölfogható úgy, hogy egy holografikus info hatja át, és a holográfia, ugye a Gábor Déneshez is kötődik, nem csak ő találta ki, a lézer föltalálása után óriásit fejlődött, és ebből mondanék csak egy-két gondolatot. Az egyik elve a holográfiának az az, hogy egy magasabb dimenzió az alatta lévőbe levetíthető, de onnan visszahívható. Ezért bármilyen információ egy pontba levetíthető, ez a pont megegyezik a csenddel, vagy megegyezik az üresség fogalmával, ami ugye természetesen csak annak üres, aki úgy éli meg, és egyébként a minden lehetséges lehetőség annak, aki meg úgy éli meg. Tehát ha fölfele megyünk és ugrunk egyet, akkor azt mondhatjuk, hogy a ötös dimenzió, és most jutunk el az elméig, az ötös dimenzióhoz kell valami, azt úgy hívjuk, hogy elme, és az eszköz a gondolat. És ha egyel fölé megyünk, akkor ott van az értelem, vagyis a buddhi. A gondolat csak az értelem szintjéről érthető meg. Amíg te nem az értelem szintjéről vizsgálod a gondolatodat, addig gondolkozol. Amikor az értelem szintjéről, akkor érted is a gondolatodat. Ez egy nagyon nagy különbség. És ha még egyel följebb megyünk, akkor az érzelem van, és itt nem az érzelem a düh, meg a szeretet, vagy szerelem, vagy gyűlölködés, vagy irítség, nem ilyenre gondolunk, hanem egy olyan érzelmi állapot, mindannyian éltetek meg ilyet, hogy valamit nem tudtok tartósan megoldani, vagy megérteni, és egyszer csak megértitek. Na az a pillanat, amikor megérted, az a tudatállapot, aminek van egy ilyen nagyon átható érzelmi állapota is, ami lehet, hogy csak rövid ideig tart, ez amikor valami nagy dolgot produkálunk, és az ezzel együtt járó értelem, ez már egy kicsit az üdv. Nem a boldogság, az üdv. A boldogság az a baj, hogy az a boldogtalansággal együtt jár, mert ugye duál, de az üdv az már nem duál fogalom, tehát itt már a megismerést áthatja az üdv. És hát van ott egy szint még följebb, a úgy van. Mert nem lehet másképp. Ez a dharma. Tehát nagyon ritkán lehet egy olyan tudatállapot, egy olyan, azért nem mondom a megértést, mert ugye az értés, itt nehezek a szavak, amikor az igazi lényeget ismerem meg, vagyis a mindent mozgató dharmát. Ez se lehetetlen. Meditatív állapotokban, egy jó magas szintű szamádiban ezek természetesen tudnak már jönni. Nem a legvégső a végállapot, hanem úgy jönnek. És akkor így egy egész picit szabadon próbálok benneteket lazítani, hogy van a dharma meg a karma. Mert ezt érdemes bekapcsolni. Ugye a dharma az örök. Nem szűnik meg. Ha a pralaj állapotban föloldódik az univerzum, újra jön. Nem lesz új dharma. Na de hogy valósul meg? Az a karma. És az nem örök.
A karma csak azt segíti, hogy a dharma megvalósulja. Most nagyon leegyszerűsítek. És ez azért nagyon fontos így érteni, mert mikor egy emberrel például egy terápiát csinálok, akkor nagyon sok mindent kell megérteni. Például az, hogy miért szenved. Az, hogy ő szenved, az törvényszerű, mert csak úgy tud fejlődni. Az, hogy mit kezd vele, az karma. Tehát lehet szenvedve szenvedni egy életen keresztül, de lehet szenvedve fejlődni. Valószínű harmadik út nincs, legalábbis emberlétben. Na tehát ez csak egy ilyen villanás volt, és menjünk tovább. És akkor eljutunk a elme funkciókhoz, és ebbe egy kicsit tartósabban akarok lenni. A manaszról ma már volt többször szó, én most azt így elengedném meg, az, amit tanulunk, az az ész. Ugye ott van az öt érzékszerv, és ott vannak azok a lehetőségek, hogy amit érzékelünk, arra reagáljunk. Ez az a tevékenység, amit a nyugati pszichológia vizsgál nagyon alaposan. És nagyon sokszor azonosítjuk is sok mindent olyat vele, ami nem oda tartozik. Ez a megközelítés az egót, ego funkciókra bontja, ez lenne talán a manasz, ha most a nyugatival összevetem. Van egy én tudatunk, ez lenne az ahamkára, és van egy értelmünk. Ugye az előző ábrákra gondoltak, akkor az értelem az ugye a gondolat fölött van. A gondolat az ide tartozik a manaszhoz. Akármilyen büszkék is vagyunk a gondolatainkra, az egy manasz tevékenység. Azt megértjük, az már egy buti tevékenység. És ha ez a megértés a részünk lesz, akkor az az ahamkára, az én tudat. Ugye a teremtésben, itt most nem megyünk vissza az első ábrára, úgy néz ki a dolog, hogy létrejön, amikor a három dosa, vagy rendező elv, vagy itt most kicsit másképp hívták, tehát a szatva, rajasz, tamasz, összekapcsolódik az elfátyolozás és kivetítése, és ez az öt létrehozza az univerzumot, akkor a buddhi után, ami ugye mahat az egész univerzumra, vagyis az univerzum értelme után, bejön egy fogalom, azt úgy hívják, hogy ahamkára, én tudat. Ez egy megkülönböztetési lehetőség. Én és a nem én. Tehát a fejlődésbe ez egy nagyon fontos lépés. Valószínű, hogy a kedvenc kutyánknak nincs én tudata. Gyugrásra lesz szüksége, ha sokszor leszületik, hogy legyen. És az emberek közt óriási különbségek vannak az én tudatban. És akkor ez hogy működik? Úgy működik, megint sűrítek nagyon, hogy bejön az érzékelés, arra valamit reagálni kell. Az, hogy mit reagálsz, a szokások, a hiedelmek, és elsősorban a kondicionáltság az itt helyezkedik el, amit a Vyasticittával jelöl ez az ábra. Tehát érzékelés, reakció. Érzékelés, reakció. Ugyanúgy zajlik mindig. Amíg meg nem változik itt valami. Le lehet egy életet élni, hogy szinte semmi változás nincs. De ami történik, az két úton megy tovább. Vagy az én tudat része lesz, vagy lekerül az egyéni tudattalamba, a Vyasticittába. Valószínűleg nincs harmadik út. Ezért hívhatók elő például az emlékek megváltozott tudatállapotba. Tehát itt van egy körforgás, ami állandóan növeli az én tudatot. Ha ez az én tudat úgy növekszik, hogy az eddigi kondicionáltságod erősödik meg, akkor pont olyan leszel, mint eddig. Nincs változás. És hála Isten, van egy harmadik is, ez a buddhi, ez a korona ékszel, ez az értelem. És akármilyen szörnyű, 1%-át se használjuk általában. De ott van mind. Első szinten megkülönböztet, és racionalizál, vagyis visszahelyezi az érzékelt világba. Ez a buddhinak a legegyszerűbb működése. Ezt mindannyian tudjuk, az oligofrének is. Csak az őszintjükön. Most, ha megkülönböztet a buddhi, és azt mondja, hogy ez így nincs jó, akkor kiadja a parancsot a manasznak,
A Manasz ezt végrehajtja, mert ő egy végrehajtó. A végrehajtás eredmény az én tudat része lesz, és lehet, hogy az én tudatomban elkezd kialakulni valami, hogy az nem úgy van, hanem így. És ez a reakcióm sokkal jobb, mint az előző. Ha nem ez történik, akkor lekerül ide. Most mitől változik meg a kondicionáltságom? És állandóan ebbe akadunk el. A kondicionáltság attól változik meg, hogy a buddhi sokszor beleszól, sokszor megváltozik, növekszik az én tudatom ettől, és elkezd kialakulni egy olyan kondicionáltságom, ami az előző kondicionáltságot kiváltja. A viselkedésterápiák így dolgoznak. Ha ez jó eredménye lesz, akkor kialakul az újabb szokásom. És az áthatja a viselkedésemet. Tehát ez a folyamat, ez így megy. És akkor az a nagy kérdés, hogy mitől tudunk fejlődni? Hát ugye csak a buddhitól. És ez a fejlődés mibe rögzítődik? Az ahamkárában. Tehát ezek a funkciók nagyon erősen együtt vannak. Most meg kell értenünk egy kicsit a buddhit. És akkor most azért, hogy ne adjak ki semmit, megpróbálok a papírhoz ragaszkodni. Tehát ugye az első szinten ez a megkülönböztetés és a racionalizálás van. A fejlettebb buddhi, ami ott van mindannyiunkban, csak meg kell találnunk. Tehát a meditációt úgy is föl lehet fogni, hogy eleinte még nem az atmannal találkozunk, csak az atman felé megyünk, de az atman felé a buddhin keresztül tudunk eljutni, és a tapasztalataink pedig az én tudatunkat fogják növelni. Na most, ha ez történik, akkor a megfontolás hatalma, ugye az eddig is működött, az persze finomodik, és elkezdődik egy másik szintű működés. Ezt mindenki megélheti, ezek az intuitív ráérzések. Az intuitív ráérzések nagyjából azt jelentik, hogy az eddigi tudott dolgaimból valami újat hozok létre. Ez a Wilberi értelemben a hatos szint, a hálózatszerű gondolkozás. De ez a képesség mindannyiótokban ott van, tehát a buddhi ezt tudja hozni, csak működtetni kell. És kinyílik a világ. Olyan ismeretekhez jutunk, amit eddig nem ismertünk. De ez a lehetőség mindig is ott van bennünk. Tehát ez mindenki számára elérhető. És a meditáció útjának ez egy törvényszerű következménye. Még mondok egy ilyen egész fontos dolgot szerintem, az az, hogy hogy haladsz a meditációdba, az két dologtól függ alapvetően. Hogy mennyit gyakorolsz, kettő, milyen a karmikus terheltséged. Ezért két egyforma sose lesz. Ha ugyanúgy gyakorolnak, akkor se lesz egyforma. És ezt el kell tudni fogadni, azzal az elvvel, hogy ahogy éppen van, annál nincs jobb. Ha elkezdek elégedetlenkedni, akkor nem fejlődök még annyira se. Ha elégedett vagyok vele, akkor elkezd a buddhim működni, és elkezdenek olyan megéléseim lenni az ahamkárába, amik engem előre visznek, és segítenek. És elkezdek fölfele menni a buddhinak egy még magasabb működésébe, és akkor erről néhány mondatot. A legmagasabb szintű buddhi önzetlenül csak is a tiszta igazság keresésével foglalkozik. Döntései kompromisszummentesek. Minden illúzión átvágnak. Azon is, amelyek szociálisan elfogadottak. A meditálók nem antiszociálisak. Tehát szó sincs erről, hanem arról van, hogy nem az életüket határozza meg a szociális összefüggés, vagy elvárás, vagy viselkedési rendszer, hanem azt meghaladva, de betartják. És ez nagyon fontos. Etikai szempontból magas értékű a viselkedés, egyre jobban visszatükrözi a természet és az univerzum állandó és transzcendens törvényeit. Ezek azok a legegyszerűbb egyesítő elvek, amelyek értelmet adnak az életnek és koherenciát az értelemnek. Erre nagyon kevesen képesek tartósan ugye megélni,
Ugye ez az, amikor a meditáció már a meditáció utára is kiterjed, amit az első előadásban is hallottunk, és ha ez 24 óra, akkor ez már kozmikus méretű lesz, és ez, mondanám, a buddhinkban ott van mindannyiunknak. Tehát semmi rendkívülre nincs szükség. Az, hogy milyen úton próbálják ezt elérni droggal, vagy valami más eszközökkel, azok jól ismertek, de ezek az utak azok nem járhatók tartósan. Tehát ez egy belső folyamatnak kell lenni, hogy ez a folyamat, amit az előbb itt próbáltam érzékeltetni, ez végre fusson, és a buddhi egyre nagyobb mértékben nyilvánuljon meg. És akkor mi történik? Könnyen lehet látni, egyre közelebb kerülünk az atmahoz. Egyre nagyobb lesz az ahamkáránk. És az én tudatunkat ne nézzük le. A tudatosságunk az mindig ahamkára lesz. Mindaddig, amíg ez föl nem oldódik az atmanba. Tehát az egót nem kidobni kell az ablak, hanem tágítani. Jó. Tehát ha elérjük ezt az állapotot, akkor a buddhi állapot egy teljes megvilágosodásig el tud vinni, amit pragyának is lehet nevezni. És ugye itt azt jelenti, hogy majd mindjárt erre kitérek, tehát teljesen tudatossá fog válni az egyéni tudattalan, utána Jung értelme a kollektív, vagy Vyasticitta, vagy Samasticitta, és még a karma sara is, tehát a karma, igen, tehát az még előttünk álló dharmikus feladatok megoldása is. Ez egy nagyon fontos összefüggés, amikor a nehézségek jönnek, és amikor megjelennek az elakadások, amik mind csak értünk vannak, és a mi fejlődésünket szolgálják, akkor érdemes visszagondolni ezekre az összefüggésekre, és elkezdett tudni megérteni az, ami éppen történik benned. És akkor elérünk egy olyan szintre, és ez nagyon fontos, hogy a buddhi az elme egy funkciója, a legmagasabb funkciója, amiből annyit valósítasz meg, ahova eljutsz, de ennek a megfigyelője is. Ez a jogában, amit úgy mondunk, hogy tanú tudatosság. Vagyis a buddhi meg tudja önmagát figyelni. Ez egy nagyon fontos dolog, és akkor az elme eszközé válik. Tehát az elme lehet a megfigyelés tárgya, vagy a meditáció tárgya, és a eszköze is. Tehát így lesz eszköz és tárgy is. És ha igazán be tudsz jutni a szamádiba, akkor ez a három egyesülni fog, és megszűnik a hármasság, és átélheted ennek az egyesült megélését. Tehát egyszerre funkció, és felette áll mindennek. Teljesen leválik a manaszról, nem határozza meg a manasz végrehajtja a buddhit. Eleinte ugye elkezd valaki meditálni, akkor egy nagyon hosszú szakasz fog következni, amikor elsősorban a manasz határozza meg az életét, tevékenysége nagy része nem lesz tudatos, ebbe egyre inkább tudatos fog lenni, vagyis ugye behozza a másik fontos szót, az éberséget, és a buddhi egyre fejlettebbé válik, ettől az én tudata tágul, és minden elkezd tágulni, és fejlődik, és amikor összeolvad ez a három dolog, ugye ezt lehet szamádinak hívni, akkor már ezek nincsenek elkülönülve, ezek villanásszerűen szoktak bejönni, aztán eltűnnek, mert még gyakorolnod kell, aztán ezek hosszasabbak lesznek, aztán ezek jobban tágulnak, egyre mélyebbre jutunk, tehát elkezd az történni, hogy a buddhi egyre nagyobb mértékben valósul meg a meditáló elme működésében. És ez a tiszta buddhi birodalma, a test, az energia és az elme után, vagyis a durva test, vagyis a pránamaja kósa, vagyis a manomaja kósa után, a vijñánamaja kósa egyre tágabb lesz, és egyszer csak az ánandamaja kósába vagyunk. Tehát ez a hajszál pontosan az első előadásra hivatkoznék vissza, és a másodikra is, hogy ezek teljesen összefüggő lépések. És a buddhi túllép az elmén, mert már egyesül az atmannal.
Most az Atman fölfoghatta a Buddhi is egy tükröző tevékenységnek, tehát, hogy amit tükröz, abban egyre inkább megjelenik az igazi valóság. Ez az igazibb, bocsánat, nem igazi, igazibb valóság, és ez a tükröző funkció egyszer csak átkerül az Atmanhoz, és akkor már az abszolút fog tükrözni. Ugye itt a Aprajnáta Szamádiban nincs tárgyasulás. Tehát csak a tiszta tudat ragyog. És a legutolsó lépés az, hogy maga a tudat is oldódik. Ugye ez a teljes föloldódás. Tehát a tárgy nélküli tudatosság felé haladunk, és például nagyon fontos a jóga nidrának is ez a szintje, hogy jóga nidra állapotában is ebbe be tudunk lépni, mert amúgy minden álomtalan alvás fázisban benne vagyunk, csak nem vagyunk róla tudatosak. Tehát föl lehet ezt úgy fogni, hogy igazában a fejlődés kulcsa a tudatosságunk tágítása. És a végén a tudatosságunk annyira kitágul, hogy már erre sincs szükség. Ugye ez a teljes föloldódás. Itt az elme ugye már a tudatosságnak az alanya lesz, a tárgya és a folyamata is a meditációban. Na, akkor egy picit lépnék egy olyan irányba, hogy fölvillantottuk itt, én fölvillantottam az előbb, bocsánat, azt, hogy ha holografikusan nézzük ezeket a dolgokat, akkor ez így hogy függ össze, és akkor egy egész keveset beszélnék a mantráról. Tehát a parának hívjuk a teljes tudást, ez a Brahmanban a transzcendentális szó alapelve. Amikor ez elkezd kivetülni, akkor lesz a pasjanti, most ne akarjátok megjegyezni a szavakat, ebbsz bennünk a kundalini. Aztán hallad tovább a dolog, hogy a szó alapelv megjelenik, és a gondolkozássá fejlődik, vagy alakul át, inkább az alakulátot mondanám, és aztán megjelennek a hangok, szótagok, szavak, mondatok, és itt az Atmanból a tudás beletöltődik a Buddhiba, az elmébe. Összekapcsolódik a pránával, és ez egy kifejezhető tudás lesz. És a Vajkhariban meg is jelenik. Most hogy mantra meditálunk? Megfordítjuk a folyamatot. Elkezdem mondani mondjuk a Akanda Mandala Kárám, Japtam Jena Csará Csaram, Tattvadam Darsitam Jena Taszma és Riguravé Nama. Aztán nem mondom. És akkor azt veszem észre, hogy de mozognak a szerveim. Vagyis még a Vajkhariba vagyok. Lehet, hogy gyorsul már a mantrám magától, de még az izommozgások nem kapcsolódtak le, még a pránikus energiák mozognak benne, megtart ezen a szinten. És egyszer csak azt fogom észrevenni, hogy már nem mondom a mantrát, hanem a mantra szól bennem. Akkor fölmentem a pasjantiba. Ez azt jelenti, hogy a mantra energiája segíti ezt a tudatváltozást. És ez például lehet egy olyan gyorsulás, hogy már nem is tudod követni, ha esetleg ezt megpróbálod követni, hanem kettőt kell használni, az egyiken ezen csinálsz egy kört, ezen csinálsz egyet. Van, akiben ez ennyire fölgyorsul. Van olyan, én ismerek, aki minden tizediket számolja. Tehát elképesztő dolog, így egyszerű adja belegondolni, de ez azért van, mert már a Buddhi legmagasabb szintje és az Atman közti határon lebeg valahol a mantra. És segít neked, hogy oda táguljon a tudatod. És aztán, amikor úgy szól benned a mantra napközben is, amit tevékenykedsz, az azt jelenti, hogy a mindennapi tevékenységedet a mantra által létrehozott tudatállapot is jelen van. Nagyon kell vigyázni, hogy gépkocsi vezetés közben ezt ne csináljátok, mert úgy el tudnak tűnni a dolgok.
Tehát nem szerencsés, mikor valaki a mindennapi tevékenységében is mantrázik, azért végig kell gondolni, hogy miket használunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a mantra energiája hogy működik. Ha ebbe a folyamatba elkezdünk valami teljesítést csinálni, például elhatározom, hogy én nyárra mondjuk 4 perc alatt fogom végignyomni a kört. Az szörnyű. Az nagyon rossz. Mert ha beteljesedik azért, ha nem teljesítik be azért, hanem mindig benne kell a folyamatban maradni. És ez egyébként pszichoterápiás történésekre is jellemző, hogy folyamattal dolgozunk. Miért a folyamattal dolgozunk? Mert a folyamat tud neked abba segíteni, hogy egyre közelebb, egyre jobban tágítsd a buddhit, és egyszer csak az atmanba legyél. A folyamat eredménye az én tudatod tágulása. De az én tudat tágulás ettől tud csak bekövetkezni. Tehát, hogy mindig folyamatba kell lenni, és akkor meg kell tudni érteni, amik történnek. A rendszeresség és a fegyelem az nagyon fontos. Nem szabad összetéveszteni a mantra erejével. Tehát a mantra ereje attól lesz, hogy milyen tudatállapotot tud benned létrehozni. A mantrában benne van az erő, csak megnyilvánulásához a tudatállapotot kell hozzá változtatni. Na ez volt az egyik ilyen fontos dolog. És akkor egy-két olyan dolgot mondanék, hogy mi történik akkor, és akkor ezt megint fejből fogom mondani, mert próbáltam ragaszkodni a szöveghez, de itt lesz, jó. Tehát van egy nagyon érdekes előadás, ezt speciál én fordítottam le, ami egy 5 napos tanfolyamnak az utolsó napja, ahol ezzel az összeállítással dolgoztak. És Swami Rama azt mondja, hogy a manasz az az exportáló és importáló részünk. Tehát bevesz dolgokat, megcsinál dolgokat. Tehát kifele is ad ugye ez az 5 mozgásképesség és érzékel is. Hogy ezzel olyan nagyon messze nem jutunk. Persze leéljük az életünket, és fog működni. Tehát ugye ez az aktív elme, de egy picit lépjünk ezen át, és mit történik akkor, hogyha lekapcsoljuk a manaszt. Például relaxálunk, és aztán el tudunk odáig jutni, ami a 8 lépcsőbe ugye az érzékszervek lekapcsolása, az a pratyahára. Akkor az fog történni, hogy ez a beáramlás megszűnik. És ha szilárd az ülésed, akkor az fog történni, hogy innen semmilyen cselekvésre nincs szükség. Tehát az a meghatározás, hogy hatha jogát azért gyakorolunk, hogy ne legyünk betegek, hogy ne vegye el az időnket a gyakorlástól, és azért, hogy szilárdan tudjunk ülni, ez egy nagyon komoly dolog. Ugyanis, ha nem tudsz szilárdan ülni, akkor innen mindig lesz valamilyen áramlás. Ha ezt teljesen le tudod kapcsolni, akkor mi fog történni? A buddhi nem kifele irányul, hanem elkezd befele irányulni. És az fog történni, hogy egyre mélyebben megnyilvánul úgy, hogy elkezd a vyasti citta tudatosulni. Vagyis az egyéni tudattalamban elfolytott dolgok, most nyugati fogalmat mondtam, ami az én tudat számára elfogadhatatlan, azt ne folytjuk ide. Ugye nagyon sok pszichoterápiás módszer alapozik maga a pszichoanalízis arra, hogy ezt az elfogyott tudattalanított tartalmakat tudatosítjuk, dolgozzuk át és haladjuk meg, és ne tüneteket okozzanak. Tehát ez elkezd történni. Tehát aki például meditál, annak törvényszerű következménye lesz, hogy ez a tudattalan rész, vagy vyasticitta elkezd tudatosulni. Ettől mi következik be? Ami tudatosul, annak egy része az én tudat lesz. Vagyis a tudattalan elkezd tudatossá válni. Na de, ha az én tudatod számára egy emlék azelőtt úgy volt elviselhető, hogy elfojtottad, akkor most ezt az emléket át kell dolgoznod. Ez segít a buddhi. Tehát nagyon fontos az a buddhi tevékenység, ami ugye most befele fordul és dolgozik vele. És akkor az ide elfojtott dolgokat most átkapcsolunk a másik szintre,
ami sokkal ősibb, lehet szamszkárának is hívni. Vagyis azokat a szamszkárákat, ami erre az életre vonatkozik, amik az akut karmák, amivel leszületsz, ami lehoz, azokat elkezdett tudni átdolgozni. Vagyis az a folyamat, hogy ember létbe azért vagy, hogy fejlődj, és erre az életre lévő fejlődési feladataid ide vannak bekódolva, azokat elkezdett megvalósítani. Tegyük fel, hogy ezzel jól hallatsz. Ugye a megvalósítás tapasztalata az itt lesz az én tudatodban. Ettől az én tudatod tágul, és miután sokszor meditálsz, ezért a buddhi egyre nagyobb tevékenységet folytat, és ez a folyamat elkezd felgyorsulni. Na most, ha ez a folyamat tovább megy, akkor ugye a táguló Ahamkára és a buddhi elkezd az atman fele nyitni, vagyis az atman sokkal nagyobb mértékben átcsillog és meghatározza a tevékenységedet. Vagyis a buddhinak a tükröző tevékenysége nagy mértékben növekszik, és egyszer csak ez így össze tud olvadni. És akkor az fog történni, hogy a szamaszti citta aktivizálódik. Ha karmába gondolkozunk, akkor a szunnyadó karmák aktivizálódnak. Tehát nem kell még sokszor leszületni ahhoz, hogy átdolgozd ezeket is. És akkor van a karmasaja, a karmaraktár. Ha ez is mind átdolgozódik, most egy kicsit szabadon fantáziáljunk, akkor a rejtettek is hozzáférhetővé válnak, és sokféleképp lehet nevezni, mondjuk hívjuk úgy, hogy jóvátételi cselekvéseket végzel, vagyis pontosan olyan cselekvéseket, amiben semmi egoista dolog nincs, vagyis karmajógát végzel, és ez itt kitisztult, akkor még eljuthatsz oda is, hogy ezeket a rejtetteket is elkezdett feldolgozni. És miután a cselekvéseid karmajogaszerűek, nem képzel ide az egyénibe újakat. Tehát ez a folyamat abszolút, ha ebbe gondolkozunk, teljesen érthető, nincs kérdése, hogy nem így működik, és véghez vihető, és én hol tartok, azt el kell tudni ebbe helyezni. És hát itt jönnek a problémák, vagy itt is jönnek a problémák, hogy valakinek van egy ráérzése, vagy bevillanás, és akkor az, hogy megvilágosodtam. Most ugye akkor azt kéne föltételezni, most csak egy picit játszok ezzel az ábrával, hogy abban a pillanatban, amikor ez a bevillanása volt, akkor a vyaszti citta tökéletesen, és a szamaszti citta is tudatosult. Vagyis abban a minutomban egy óriási Ahamkára tágulás következett be, és a buddhi a legmélyebb szintjéről működik, és összekapcsolódott az atmannal. Tehát ha van egy ilyen élményed, vagy hallod valakitől, hogy ezt mondja, de nekem az ilyen mindennapos tapasztalatom, hogy este másfél órát körülbelül az internettel rabolnak el tőlem, rendszint ilyen élményeket írnak, akkor hajszál pontosan tudni kell, hogy itt az történt, hogy egy pillanatra vagy valamitől leállt az érzékelés, leállt ez a munció, és valami innen bevillant. De ez bevillant, ez nem fejlődés, ez egy élmény. Az élményt nem szabad összetéveszteni a folyamatokkal. Ezért mondtam az előbb, hogy a folyamat az nagyon fontos. Tehát lehet, hogy neked van egy-egy bevillanásod, amikor meditálsz. Nekem például a bal szememből folyamatosan tudok könnyet folyatni, és a jobb szemem meg nem könnyedzik. Sose tudom, hogy ez mitől van. De nem adok neki jelentést, tudomásul veszem. És berobbannak olyan emlékek, amik nem is gondoltam, annak se tulajdonítok jelentőséget, hanem azt mondom, hogy itt működnek a dolgok. Milyen jó. Kész idő? Ja, 5 perc, köszönöm. Na most, még egy kis kaland. Mi történik akkor, ha ugye eljutunk ide, és belemegyünk a vyaszti cittába? A vyaszti cittába azt jelenti, hogy a tudatunk tudatossá válik olyan dolgokba, amihez ebbe az életbe semmi közünk nem volt. Ez a kollektív tudattalan. Most már a jungi ábrával nem fárasztalak benneteket. Tehát kitágul a tudatunk, de még mindig univerzális lesz, és a teremtetben vagyunk. És ez a Wilberi értelemben a 8-as, 7-es, 8-as szint.
Na de ha tovább megy ez a dolog, és az atmanig jutunk el, akkor már a teremtettséghez se kötődik a tudattágulásunk, vagyis purusa tudatban vagyunk. Tiszta tudatban. És hát ugye ez a végső célunk, utolsó előtti lépése, hogy a tiszta tudatba kerüljünk. És ez a lehetőség itt van. Ezt már beszéltük, ezt elengedjük. És akkor ugye ez egy Wilberi ábra, most nem akarok a Wilberről beszélni, de amit az előbb mondtam, hogy ide jut el a tudomány. Tehát a racionális elmének, a gondolatnak itt van a határa. Az értelem az hatos szint. Tehát amikor megértjük ezt a folyamatot, akkor elkezd tágulni a hatos szintünk. És ez az igazából a hálózatszerű gondolkozás, amikor nem logikusan összefüggő dolgok összeállnak, és egyszerűen az az élményed, hogy tudom. Nem tudod megmagyarázni, mert ha meg tudnád magyarázni, akkor racionális lenne, akkor ötös szinten vagy. Ez az intuitív megélés, birodalma. A pszichoterápia, ha hatékony, és az nagyon kevés, sajnos, ha hatékony, az hatos szinten működik legalább. Ötös szinten nincs, tehát fogom a könyvet, megtanulom, és utána szembülök a beteggel, és csinálom, amit a könyvben elolvastam, az ötös szint. A hatos szint az lesz, ha összehangolódok vele. Na most a hetes szint, ez ugye az okkult szint a Wilbernél, ez például a család energetikai mező. Ezt a legtöbb családállító nem érti teljesen, de most nem akarok ebbe belemenni, hanem itt kinyílik, egy tudattágulás következik, vagy egy tudatmező jelenik meg, ahol olyan törvények jelennek meg, amik mindig is voltak, és mindig is lesznek. Amit ugye lehoztak a kapcsolatrendszerekre, de nagyon világosan kell látni mögötte, hogyha ezt igazán megérted, akkor fölmész a 8-asra, mert ez már nagyon közel van az úgy vanhoz. Csak ezt ugye leírni se nagyon merik, és ha ezt teljesen megérted, akkor vagy a 9-esbe, vagyis a darmikus szinten. És most ez hogy van a gyakorlatban? Még van egy perc. Tehát vezetek egy drámát. Megy egy játék a színpadon. Az illető megmutatott mindent, hogy hogy veszekszik mondjuk a férjével. És már nincs értelme szerepet cserélni, mert már minden kiderült. És akkor jön egy fölismerésem, mint vezetőnek, hatos szint. Oda megyek, és belső hangként kimondom. Ha őt ez megemeli, akkor elfogadja, és ő is kimondja. És akkor följött ebbe a problémába a hatos szinten. És már nem ötös szinten fog veszekedni, hogy bebizonyítsa a másiknak, hogy az milyen rossz ember, hanem fölemelkedett hatos szintre. De ha ebben az állapotban tovább nyílik a tudat, akkor lehet, hogy rá fog arra érezni, hogy itt valami egész más összefüggés mozgatja az én viselkedésemet, ami kivetül erre a szerencsétlen emberre, aki a párom, de hogy ez nem innen jön. Na, ilyenkor nyitjuk ki a család energetikai mezőt a karmikus térbe. És a karmikus térbe sose az az érdekes, hogy mi történt. Az az érdekes, hogy mitől jutott el oda, hogy az történjen, és az most megismétlődik, mint szinkron jelenség ebbe az életébe. És akkor egy jó terapeuta, aki alig van, nem azzal foglalkozik, hogy ott mi történt, mert azzal csak megerősítem a jelent, hanem miért történt az, ami történt. És ha az ott átíródik, akkor szinkron jelenségben a jelen is átíródik. Köszönöm a figyelmet.